Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet mennybe menetel napján, ezen az ünnepen, amely elsikkad a vasárnapok és a nagyünnepek között, de amelynek üzenete ma remélem újból a maga teljességében és szépségében fog kibontakozni előttetek, kedves testvéreim, kedves nézőim. Előjáróban hallgassuk meg a 24. Zsoltár szavait, amely a dicső király bevonulásáról szól, mint egy ószövetségi látomásként arról a csodáról, ami a mennybe menetelkor történt, amikor is az egek befogadták Jézus Krisztust, miután bevégezte földi munkáját. Ha nem is szó szerint, de átvitt értelemben a 24. Zsoltár, mintha ezt írná le az ószövetség jellegzetes szóhasználatával. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók. Mert ő vetette meg alapját a tengereken, ő rögzítette a folyókon. Ki mehet fel az Úr hegyére, és ki állhat meg a szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárog hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Áldást nyer az ilyen az Úrtól, igazságot a szabadító Istentől. Ilyen az a nemzedék, amely hozzá folyamodik, akik Jákob Istenének orcáját keresik. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk! Emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas Úr. Az Úr, aki hatalmas a harcban. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk! Emeljétek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? A seregek ura. Ő a dicső király. Gyertek most imádságban, álljunk ez elé a dicső király elé. Úr Jézus Krisztus, a te munkának teljességét látjuk most leírva, azt a munkát, amit elkezdtél, mikor a mennyet elhagytad, és amit bevégeztél, amikor visszatértél a mennyben. És az a két sarokpont azt jelentette számunkra, hogy 30 évig, vagy valamivel tovább itt voltál közöttünk, hogy elhozz számunkra a mennyet, és minket lélekben, szellemben felemeljél a menny dicsőségébe. Köszönjük, hogy itt léted a menny hiteles követeit jelentette számunkra, aki tökéletesen ismeri a mennyet, és ismeri az Atyát, akinek a képét hordozva voltál közöttünk, hogy a te Isten képűséged, tökéletessége mindnyájunk számára biztatást és lehetőséget jelentsen, hogy mi is olyanokká váljunk. Segíts most meglátni téged újból, szellemben, gondolatokban, úgy, ahogyan 2000 évvel ezelőtt ezt a földet elhagyni készültél, hogy ezt a szépséges mozdulatot, amivel tanítványaitól elbúcsúztál, újból átéljük és magunkra is vonatkoztassuk. Áldó kezeidnek melegségét hadd érezzük meg mi is ebben az órában. Dicsőség neked hát, örökkévaló király! A kapuk felemelkedtek, a menny megnyillott és befogadott téged, aki elvégezted a rád bízott munkát. Hálaért és dicsőség! Örökkön öröki Jézus Krisztus! Amen! Thank you.
Lukács írja le evangéliumának végén, és mint egy felvéve a fonalat, majd újból leírja az apostolok cselekedeteiről szóló könyve elején, ezzel a történelmi fordulattal kötve össze a két írást, a két könyvet. Most hallgassuk meg azt a nagyon rövid, egyszerű szavakkal elmondott leírás, amit Lukács evangéliuma záró szavaiban hagyott hátra számunkra, a mennybe menő Jézus képét tárva fel előttük. Az evangélium utolsó 24. fejezetéből az utolsó 4 verset, az 50-től az 53-ig fogom felolvasni. Jézus kivívé pedig őket Betániáig, és felemelvén az ő kezeit, megáldá őket. És lőn, hogy még áldá őket, tőlük elszakadván, felviteték a mennybe. Ők pedig imádván őt, visszatérének nagy örömmel Jeruzsálembe, és mindenkor a templomban valának, dicsérvén és áldván az Istent. Amen.
kedves testvéreim, amikor a mennybe menetelről van szó, mindig eszembe jut az a különleges gondolat, hogy Jézus a feltámadása után nem azonnal sietett, rohant a mennybe. Nem sietett itthagyni ezt a sárgolyót, ezt a bűnös emberiséget, amely keresztre feszítette őt. Nem sietett vissza oda, ahonnan ő származott, ahonnan közénk jött, hanem 40 napig még itt maradt a Földön. Rohanó világunkban, ahol mindig azon vagyunk, hogy minél hamarabb, minél rövidebb idő alatt intézünk el dolgokat, kapkodva, rohanva olykor, tanulságos ez a gondolkodás, ez az életmód. Jézus nem sietett. 40 napig még bizonyságot tett az ő feltámadott életének valóságáról. Bőségesen adott igazolási lehetőséget minden idők kételkedői számára. Hiszen ha a feltámadása után egyenesen a mennybe megy, úgyhogy senki nem látja őt, bizonnyal nagyon nehéz lett volna igazolni a halálból való feltámadás tényét. Mert akkor valóban csak a test hiányát állapíthatták volna meg, ahogyan tette azt János és Péter, az első két tanítvány, aki odaszaladt, vagy tették az asszonyok, akik kora hajnalban kimentek a sírhoz, hogy befejezzék a balzsamozást. Csak az üres sírt látták volna, de ha Jézus a mennybe megy, soha többet nem lett volna bizonyosságuk afelől, hogy mi is történt valójában. A feltámadás titokzatos magányát, amiről semmit nem tudunk, és minden bizonnyal meg sem értenénk. Nos, ezt a titokzatos magányát a feltámadásnak ellensúlyozzák Jézus 40 napon át tartó nyilvános megjelenései. A feltámadás hajnalán tehát magában volt a feltámadás után és a mennybe menetel között 40 napig jelent meg úgy, hogy olykor 500-an is láthatták, és megbizonyosodhattak arról, hogy ő az, aki feltámadt. Jézus számára bizonyára voltak kedves helyek itt a Földön, akár Betániára gondolok, akár az Olajfák hegyére. Ezek a helyek voltak számára a kedves otthon, a mennyel kapcsolatot tartásnak helyei. Ez volt az elmélkedés, a titkok lelepleződésének helye, vagy éppen a Getsemáné kertre gondolva a szenvedés helye. Ilyen helyet kapunk mi is, amikor betegágyunkban elmélkedünk, titkokat ismerünk fel, szenvedünk, de akárcsak Jézus mindezek után megdicsőlve a mennybe ment, ez vár mindazokra, akik számára a földi élet már nem tartalmaz titkokat, már nincsenek hátrahagyott napjai, haza kell mennie, a dicsőség vár rá. Mindazokra, akik Jézussal együtt éltek, vele fognak megdicsőlni is. Amikor Jézus a mennybe ment, figyeljék meg, hogy milyen csöndes és nyugodt környezet várta őt, vagy alakult ki körülötte inkább. Nem volt az, amit például Illésről tudunk. Ijesztő, lángoló, tüzes szekér jelent volna meg. Nem volt valamilyen segítő mennyei kéz, amely alányult volna, hogy magához húzza, felhúzza, felemelje Jézust a mennybe. Nem voltak sasok, mint a pogány gondolkodásban a Jupitert hordozók, vagy angyalok, akik segítették volna Jézust, bár festményeken láttam sokszor, hogy körülveszik őt az angyalok, mint egy segítve a felemelkedésben, de nem voltak a valójában, aki volt két angyal, az ott maradt lent, és biztos vagyok benne, hogy ők szívesen mentek volna Jézussal azon az úton, a menny felé, ahova a mester tartott, de nekik itt volt feladatuk. A tanítványokat helyre kellett állítsák, elképett állapotunkból visszahozni a földre a földi valóságot. Jézus a saját képessége és isteni hatalma emelte fel ezen a különleges alkalmon. Ereje,
hatalmas isteni ereje képes volt arra, hogy felfüggessze a természet törvényeit. Az, aki a teremtő ige volt, a teremtés hajnalán, akire nézve és aki által teremtetett mindent, aki meghozta a természet törvényeit, hogy nem lehetett volna hatalma arra, hogy felfüggessze azokat, és így a kételkedők, az értetlenkedők megérthetik. Nem emberként távozott közülünk, hanem olyan isteni személyként, akinek hatalma volt olyanra, amire az embernek még ma sincs, akármilyen büszkék is vagyunk a technikánkra, a tudományunkra, csak az isteni hatalom volt, ami felemelte őt, és a mennybe felvitte. Drága testvéreim, a szolgálat kezdése előtt Jézus 40 napig készült arra, hogy megjelenjen a Földön az emberek között. És most látjuk, hogy újból 40 napig készül arra, hogy megjelenjen a mennyben a végső, az igazi munkahelyén. Hiszen ott is dolgozik, hiszen ott is tesz értünk, könyörög és közben jár az Atyánál, így olvasok a Bibliából. 40 napig készült a földi indulásra, most pedig 40 napig a mennyeire készült. És azt is megtudjuk majd délután részletesebben, hogy ezen az úton áthatolt a levegő égen, vagyis az ellenség birodalmát. Hiszen Pál apostol az Efézus 6.12-ben megmondja nekünk, hogy a levegőbeli hatalmasságok ellen van nekünk tusakodásunk, hadakozásunk. Ezekkel az ellenségekkel is találkozott Jézus. Igazolta magát, hogy feltámadott. Nem csak a látható világ, a földi, a fizikai valóságban élő emberek, hanem a számunkra láthatatlan szellemi világ tényezői előtt is igazolta feltámadását, hatalmát, természetet és a természet törvényeit megingató, felülbíráló isteni erejét. Ott van még a történetnek az a kis momentuma, ami vissza-vissza tér gondolatunkban, na meg a képeken és festményeken. Felhő takarta el. Érdekes ezen végig gondolni. Vajon őt takarta el? Hogy ne lássák a tanítványok egész egyszerűen úgy, mint ahogyan a napot eltakarják a felhők? Vagy a tanítványok elől takarták el? A tanítványok elől takarta el az a felhő a menny kibírhatatlan dicsőségének látványa? Hiszen ott a felhőn túl már az volt, amiről Pál apostol úgy beszélt, hogy ami ott van, azt még szem nem látta, fül olyat nem hallott. Mérhetetlen dicsőség, amit az ember ki nem bírna, talán azért volt a felhő, hogy elválassza a földieket a mennyeiektől, hogy megkímélje a földieket attól, ami a menny dicsőségét jelenti. Ott már más világ volt. Ott már a kapuk felemelkedtek, és a király, a dicső király bement, belépett. Így is értelmezhetjük ezt a felhőt, mint egy kapu, amely aztán lezárul a bement király mögött. És emlékezzünk a 24. Zsoltár szavaira, ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, hogy bemenjen rajtatok a dicsőség örök királya. Ez történt a mennybe menetelkor, amikor a felhő eltakarta Jézust, lezárult a visszatérés útja, a lehetősége. Jézus innentől a menny lakója. És ezután a meglehetősen hosszas bevezető után néhány gondolatot hadd szóljak arról, ami a felolvasott ígénynek az üzenete, számomra hangsúlyosan megjelenő üzenete, és pedig az a kis részlet, amivel kezdődött az egész kis történetecske, amit Lukács felírt, kivivé őket Betániáig, tehát a tanítványokat, és felemelvén az ő kezeit, megáldotta őket. Ez volt tehát az a mozdulat, áldásra emelt kezek, amelyekkel Jézus elbúcsúzott az övéitől. Ezt látták utoljára tőle, hogy kezeit áldásra emelve emelkedik fel és tűnik el szemékkel. Persze nem volt ez egy szokatlan mozdulat Jézus részéről. Az ő kezeiből áradt, mindig is áradt az áldás.
vagy inkább így mondom, mindig áldás áradt az ő kezéből. Számtalan bibliai példa van felírva, hogy mennyien kaptak áldást ettől a két kéztől. Megáldotta a kenyeret és a halat, és az megsokasodott. Megáldotta a leprást, a vakot, amikor kezét rájuk vetve, meggyógyította őket. A kezét rátette a halott ifjúra, a Naimban, és feltámadott az az ifjú. Így hát mondhatni, hogy a tanítványok megáldása tulajdonképpen nem más volt, mint addigi munkájának folytatása és egyben a lezárása. Tevékenységének egy újabb gyémántja a Jézus tetteinek láncolatában. Áldásra emelte kezét, megáldotta tanítványait, hogy azt a munkát, amit rájuk bízott, tudják elvégezni teljességében. Drága testvéreim, ez az áldás, amivel Jézus kezét felemelve elbúcsúzott tanítványaitól, ma is létezik. Ma is megáldja az ő tanítványait Jézus. Ne feledkezzünk meg arról, hogy az ő kezeit felemelve úgy ment el a mennybe, hogy megáldott az övéit, és ezek az áldó kezek hatalmukban, teljesítményükben, áldásuk gazdagságában ma is léteznek, ma is áldanak minden hátra maradott tanítványt. Aki kész arra, hogy fogadja ezt az áldást, aki kész arra, hogy hasznosítsa ezt az áldást, annak az élete áldott lesz. Olyan volt, és most egy picit az Ószövetségre menjünk vissza, mint a főpap a nagy engesztelés napján. Azon a bizonyos ünnepen, amikor Izrael összegyűlt Jeruzsálemben a templom körül, amikor bemutatotta a főpap egy olyan áldozatot, amelynek a vérét aztán bevitte a szentek szentjébe, azon az egyetlen napon, egy évben, amikor bemehetett oda, meghintette az oltárt, és amikor kijött, átöltözött, és áldást mondott a népre. Előbb véres ruhában volt, aztán átöltözött és megáldott a népet. Ez történt a főpappal, a legfőbb főpappal, a Pontifex Maximusszal, amikor Jézus is, képletesen szólva, levetette vértől átázott saját vérétől, mint Isten bárányának vérétől átázott véres ruháját. A feltámadás megszentelt és tökéletes testének ruhájába bújt, és ebben a díszöltözetben ő is áldott. Áldotta az ő tanítványait. Látjuk a képet, tehát az Ószövetségben valóban árnyékként ott van a főpap, az bárány áldozati állat vérét ráhinti az oltárra, a frigyládára egészen pontosan. Aztán átöltözve kijön és áldást ad. Ezt teszi Jézus is nagyban, világméretben, univerzális, kozmoszbeli méretben. Isten bárányaként hagyja magát odaáldozni, véres, rongyos ruháját, megtört testét levetve, a feltámadás által egy új testet vesz, egy új ruhát, hogy tetszik, és ebben áldja meg az ő tanítványait. Jézus Krisztus mindig is mindenkihez jó indulattal volt. De figyeljük meg, hogy az ő tanítványainak ennél többet ad. Többet, mint jó indulatot, többet, mint szeretetet. Áldást ad. Mikor kimentek a Betániáig, felemelte az ő kezeit, és megáldotta őket. Nincs olyan hatalom a földön vagy a pokolban, amely elvehetné Jézus áldását rólad, amely elvehetné az áldásának hatalmát, amivel téged megáldott. Az kedves énekünkben, amit már régen énekeltünk itt a gyülekezetben, áldó énekünk, a karénekes 131-ben, úgy énekelje az énekkar, mert kit te áldasz, mert kit te áldasz, az megvan áldva örökké. Azt az áldást nem lehet levenni az emberről, amit Jézustól kapott. Azt nem tudja elvenni sem ember, sem a sátán. Az az áldás, az a miénk. Ez az áldás Jézus életének a summája, az összegzése, a lényege, a csúcsa, hogy áldott, mennyei áldással megáldott minket. Megáldotta egykori és mai tanítványait.
Ez az áldás csúcsa az ő munkájának, ezért is úgy végzi evangéliumát Lukács, hogy a tanítványok hazamentek, dicsérték őt, és áldották az Istent. Ámen. Ezzel a szent szóval zárul a történet Lukács gondolataiban. A másik áldással kapcsolatos mondandóm, hogy ezt az áldást azok az átszegzett kezek adták, amelyek sérülésüket, sebeiket a kereszten kapták. Így tehát, akik látták Jézus áldó kezeit, nem feledkezhettek meg a dicsőség felé vezető út nagyon nehéz, rettenetesen nehéz állomásáról, a Golgotáról. Nem feledkezhettek meg arról sem a mennyeiek, sem a földiek, sem a föld alattiak, akik látták Jézust, mert hogy ezt az utat ő végigjárta, erről is majd délután többet hallunk, mennyeiek, földiek és föld alattiak láthatták sebesült kezét, igazolva azt, hogy a dicsőség fele vezető út nagyon nehéz volt. Ahogy mi szoktuk mondani, kereszt nélkül nincs korona. És ezt Jézus igazolta a leginkább és leghívebben. Azt a dicsőséget, amit a mennyben kapott, megelőzte a földi megaláztatás, a kereszt. Lennénk mi többek, mint ő. Érdemelnénk mi többet, mint Jézus? Csak a koronát? Csak a dicsőséget? Kereszt nélkül? Jó lenne. Sokan szeretnék ezt. De ha neki nem adatott meg, ne csodálkozzunk, ha nekünk is elébb a kereszttel kell találkoznunk, mielőtt a dicsőséget megkapnánk. Ezek a sérült, ezek a sebzett kezek fogják tartani a mennyben az uralom jogarát. Ahogy a királyoknak jogar van a kezükben, és az szimbolizálja, az jelképezi hatalmukat, királyi státuszukat, úgy lesz ebben a megsebzett kézben. Legalábbis gondolom jelképesen, hiszen egy szellemi világról van szó, az ő uralkodásának jelképe a jogar. Ezek a kezek azok, amelyek fogják a gyülekezetet vezetni. A kezek, amelyekről még a Jelenések könyvében is olvashatunk, amikor János leírja azt a látomást, ami megjelent előtte, mikor elragadtatott a mennybe. Megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszéle, megfordulván pedig látték 7 arany gyertyatartót, és a 7 gyertyatartó között hasonlót az ember fiához, bokáig érő ruhába öltözve és mellénél aranyövvel körülövezve. Az ő feje pedig és az ő haja fehér valam, mint a fehér gyapjú, mint a hó, és a szemei olyanok, mint a tűzláng, és a lábai hasonlók valának az izzó fényű érchez, mintha a kemencében tüzesedtek volna meg, a szavai pedig olyan, mint a sok vizek zúgása, és most jön a kéz, az átszegzett kéz, amiről azt írja János, vala pedig a jobb kezében 7 csillag, és a szájából 2 élő éles kardjő valaki, és az ő orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Képletes leírása ez Jézus dicsőségének, amit a kereszt után ott a mennyben elnyert. És kezében ott van a 7 csillag, a gyülekezet, az egyház, az ő vérén megváltottak seregének jelképe. És még egy dolgot hadd mondjak el. Ezek a kezek, amelyek áldották a tanítványokat, amelyek hordozták a sebeket, a kereszten szerzett, átszegzett sebeket, ezek a kezek fognak nyúlni értünk, érted, és mindnyájunkért a feltámadás hajnalán. Ezek a kezek fognak magához ölelni, ezekkel a kezekkel, amelyekkel áldotta egykor a 12-t is áld most bennünket nap mint nap. Ezzel a kézzel fog Jézus utána nyúlni az övéinek, a hitben élők és hitben megholtaknak, akiket elragad abból a világból, amely pusztulásnak ítéltetett, akiket kiemel, és a harsona szavának pillanatában átváltoznak ők is, levetik szennyes földi ruháikat, hogy felöltözzék a tökéletes mennyeit. Ezekkel a kezekkel, amikkel áldott ott a hegyen,
ezekkel fogja a gyülekezetet vezetni, ezekkel fogja tartani a jogarat az ő uralkodásának idején, ezekkel a kezekkel nyúl majd a feltámadottakért. Te érted is, és én értem is, hiszen amikor eljön a nagy nap, ígéretének nagy napja. És egy egyetlen utolsó gondolat most már a tanítványokról, mert olyan jó olvasni, hogy ezek után, amik ott történtek, a megdöbbenésük, az értetlenségük, az angyalok kényszerű földre ráncigálása után, mert le kellett szinte ráncsák őket vissza a földre, annyira el voltak telve a látványak, kitisztult az agyuk, kitisztult a gondolkodások, igazi emberekké lettek újból, megértették a helyzetet, úgy tűnik, és nem bánkódtak, hiszen így zárul az evangélium Lukács írása szerint, ők pedig imádván őt, tudnilik Jézust, visszatérének nagy örömmel Jeruzsálembe. A tanítványok örömmel tértek vissza. Most már megértették, hogy nem kell szomorkodniuk amiatt, mert Jézus elment, mert úgymond itt hagyta őket. Most lett tiszta előttük a kép, hogy ennek lesz egy folytatása, ennek van egy oka, hogy Jézus elment közülük, felment a mennybe, felfüggesztve a természet törvényét, ott hagyta őket, eltakarta őket a menny dicsőségét, a föld múladóságától elzáró felhő. És most már megértették, hogy itt örülni kell, mert a terv megvalósult tökéletesen. Az üdvösség terve bezárult, kész, vége. Minden, amit Isten tervezett, megvalósult. Amit Jézus el kellett végezni, megvalósult. Most már az ő munkája következik. Drága testvéreim, ezen a napon, amikor Jézus mennybe menetelére emlékezünk, nekünk, akiknek Bibliánk van, ami annyi minden tanít arról, hogy miért ment ő vissza, amikor már tisztán láthatjuk 2000 év távlatából a tervet, megérthetjük az egésznek a kezdetét és a végét, a magunk szerepét ebben a tervben, tegyünk mi is úgy, mint a tanítványok. Krisztus dicsősége emeljen ki bennünket a reménytelenség, a csüggedés mocsorából, és örüljünk. Legyen öröm szívünkben, legyen öröm ajkunkon, látszódjon meg a szemünkön, hogy mi a Krisztuséi vagyunk, azért a Krisztuséi, aki felment a mennybe, mert bevégezte földi dolgát, földi feladatát, mert mindent, amit kellett, az Atya dicsőségére elvégzett. És utána elment, hogy folytassa ezt a munkát, de most már máshonnan, mint a kapitány, vagy a tábornok, a parancsnoki sátorból, onnan átlátja az egész hadszínteret, onnan tud segíteni a jobb szárnak, a bal szárnak, az utóvédnek a nagy harcban, amit átélünk. Örüljünk, hogy Jézus visszament. Ez volt a terv, ez volt, ami meg is valósult. És ekkor mindig a templomban voltak, dicsérvén és áldván az Istent. Csak ennyi. Legyünk mindig az ő templomában, legyen az akár az imaház, az otthonunk csendessége, a testünknek temploma, legyünk ott mindig az Istennel, és dicsérjük és áldjuk őt, mert tökéletesen elvégezte, amit tervezett. Amen. Igadjatok, mert én az Úr feltámadott. Szent hitünknek ez ad új erő, íme igaz a mondat. Hozsánna száz, Szent Glória, szívünk csak rólad énekel. Feltámadt Jézus, Isten fia, vigy magadhoz az égbe fel. Hiszem Krisztus, boldog vagyok, hisz őt az életem szent úra. Hiába törnek rám a gonosz, nincsen rajtam a
szár, Szent Glória, szívünk csak rólad éneken. Feltámad Jézus, Isten fiam, vidd magadhoz az égbe. Tekint, aki tökéletes példát adsz az ember számára, aki bevégezted tökéletesen a munkát, amit vállaltál, aki úgy hagytad itt a földieket, hogy azzal, hogy elmentél, többet adtál nekik, nekünk, mintha közöttünk maradtál volna. Segíts megértenünk, hogy ez a nap valóban az örömnapja kell legyen. Bár elmentél, bár úgy elképzeljük, hogy milyen jó lenne, ha ma is itt lennél a Földön, és felkeresnénk, elzarándokolnánk hozzád, tanácsokat adnál, nem tudom, milyen furcsa módon alakult volna az emberiség élete, ha nem mész akkor vissza mennybe. De íme ez volt a terv, és ez volt a te akaratod, ez volt az Atyaisten akarata, és most mindez számunkra az öröm forrása, a jövő tisztánlátásának forrása. Köszönjük, Úr Jézus, hogy áldó kezeiddel egykor tanítványaidat, ma pedig minket kívánsz legjobb, legdrágább mennyei kincsekkel ellátni. Mert a te áldásod az igazi kincs számunkra, az igazi érték, amely nem devalválódik, nem inflálódik, amelyet nem lehet ellopni, amelyet nem esz meg a moly, nem vész el, hanem örökre miénk marad. Itt a Földön. És majd egykor a mennyi dicsőségében. Hogy így legyen, hogy ebben higgyünk és ez vigasztaljon, légy segítségünkre, Úr Jézus Krisztus. Amen. Amen.